Az elmúlt két évben az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával több mint 1 milliárd forintból korszerűsítették a Tolna megyei rendőrfőkapitányság 3 épületét. A munkálatok 2020 őszén kezdődtek. A dombovári rendőrkapitányságot, a bonyhádi rendőrkapitányságot, valamint a Tolna megyei rendőrfőkapitányság Mészáros Lázár utcai objektumának több épületét felújítsák. Ennek keretében energiahatékonysági felújításokról volt szó, ekkor megújult mind a 3 épületnek a homlokzati része, hőszigetelést kapott az épület, kicserélték a nyílászárókat, valamint a fűtésrendszert is korszerűsítették. A beruházások célja az épületek energetikai tényezőinek javítása volt, ezt a nyílászárók cseréjével és szigeteléssel, illetve a fűtés és hűtőrendszerek korszerűsítésével érték el. Ennek következtében lényeges energia megtakarítás érhető el a jövőre nézve, és az üzemeltetési költségek is jelentősen csökkennek. A projekt lényege, hogy a Széchenyi 2020 program keretében számos középület nyerhet új külsőt, és hatékonyabb és korszerűbb körülmények között tudnak dolgozni a munkatársak. A felújítás következtében kevesebb üvegházhatású gázt bocsátanak ki az épületek, ez pedig támogatja az éghajlatváltozás mérséklését. Továbbá a rendőrség számára a legfontosabb, hogy a dolgozók most már a mindennapokban korszerűbb környezetben végezhetik munkájukat.